Szeretettel köszöntök mindenkit, és először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elhívtatok ide. Az előadásom témája, mint már esetleg a felvezető szövegben olvashattátok, a Meetup meghívón, a beszélő Linux. Hát először is, mi is ez a Belin? Lényegében a Belin egy Ubuntu alapú disztribúció, az informatika a látássérültekért alapítványnál kifejezetten látássérült felhasználóknak készítjük. Magát a rendszert én 2007-től kezdtem el lényegében fejleszteni, először csak a feleségemnek, és utána, mikor már nagyjából biztató eredményeket kaptam, ekkor döntöttem úgy, hogy esetleg érdemes lenne hosszú távon közkincsé adni ezt a speciális fejlesztést. Lényegében én 1999 óta használtam Linux alapú rendszereket, elsősorban Debian Linuxot, de eléggé érdekes módon. Ugyanis nálunk vagy a DOS-t lehetett megbeszéltetni egy speciális beszélőegységgel, vagy pedig később magát a Windows rendszert, viszont akkoriban még Linuxra nem voltak elérhetőek szoftveres beszédszintetizátor megoldások. Hogyan lehetett akkor megoldani magának a Linux rendszernek a használatát? Hát, két számítógéppel. A főgépen fel volt telepítve maga a Linux disztribúció, és vagy egy Ethernet kábel segítségével, ugyebár hálózati kapcsolaton keresztül, terminál emulációs szoftverrel, vagy pedig soros porton keresztül, soros konzolon lehetett lényegében magának a rendszernek a kimeneteit elolvasni. Szóval ez iszonyú macerás volt, de így végül is lehetett ismerkedni magával a rendszerrel. Maga az Ubuntu 7.10-es verziónál néztem meg, hogy hogy áll most, illetve akkoriban, tehát 2007-ben a rendszernek az akadálymentesítése. Az alapdisztribúciónál a következőképpen lehetett megoldani magának a rendszernek az elindítását. Amikor a DVD-ről bebootolt, tehát elkezdett bootolni maga az operációs rendszer, akkor első akadályként egy nyelvválasztó képernyővel találkozott az ember, úgyhogy semmit nem mondott ugyebár a rendszer. Hát lényegében így maradt ugyebár az alapértelmezett angol nyelv. Ezután lehetett bekapcsolni magát a különböző akadálymentesítési módokat az F5 billentyű lenyomása után. Próbaképpen kiválasztottam a képernyőolvasó lehetőséget, és ekkor szembesültem vele, hogy magában a rendszerben van egy Orca képernyőolvasó, ami többé-kevésbé honosítva volt, és lehetett úgy, ahogy használni vele a GNOME asztali környezetet. Ezután kezdtem el utána olvasni, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy olyan telepítő médiát készítsünk, amivel lényegében egy látássérült felhasználó ezeket a nehézségeket első körben ki tudja küszöbölni, úgy települjön föl az operációs rendszer, hogy az újraindítás után is az akadálymentesítés alapértelmezetten engedélyezve legyen. Új felhasználó létrehozásakor ezt szintén meg kellett oldani, de emellett még el kellett kezdeni szintre hozni magának a képernyőolvasónak a honosítását. Ekkor vettem föl olyan 2008
februárja környékén a kapcsolatot Kelemen Gáborékkal, és közösen elkezdtünk ezen a megoldáson dolgozni. Tehát a honosítás részén és a rendszer egyéb fejlesztései. Lényegében az első Belin verzió 2008. szeptember 18-án jelent meg a Magyar Ubuntu közösséggel történő együttműködés keretében, és hála jó Istennek a rendszert azóta is van módunk az alapítványnál fejleszteni. Most már a felhasználók is tesztelő szintjén eléggé aktívan részt vesznek a kiadások alakításában. Folyamatosan újabbnál újabb ötletekkel bombáznak, hogy miket lehetne megvalósítani még az operációs rendszerben. Tekintsük át akkor a különböző Belin verziókat. Az 1.0 változat az Ubuntu 8.0 4-es verzióra épült. Lényegében, ahogy mondtam nektek, az alapok voltak többen is még megoldva, de ezen kívül akkor még plusz kényelmi szolgáltatások nem voltak az operációs rendszerben, tehát csak a látássérült felhasználó hozzá tudott jutni egy olyan speciális Ubuntu alapú változathoz, amit akadálymentesen fel tudott telepíteni, tudott vele szöveget szerkeszteni, webet böngészni, e-mailt írni. Az OpenOffice oldal akkor még az volt a rendszerben, dokumentumokat, táblázatokat szerkeszteni, tehát ezeket valósította meg lényegében az 1.0 változat. Az 1.5-ös verzió az 2009-ben jelent meg, itt már bekerültek a rendszerbe a felhasználók javaslatai alapján különböző kényelmi billentyű parancsok, például időjárás előrejelzés, lekérdezés, a laptop akkumulátor szintjének a lekérdezése, hogy milyen névnap van, ezeket a scripteket mind az Orca képernyőolvasóhoz készítettük. Mutatok is például egy példát erre. Tehát ma például Brigitta, Gitta névnapja van. Lényegében mutatok az időjárás előrejelzésre egy példát. Tehát lényegében ekkor még ilyen alapszintű kényelmi szolgáltatások lettek megvalósítva a rendszerhez. 2009-ben a Belinnel elnyertük az IT Leadership Business Award díjat a társadalmi hasznosság miatt, tehát ezzel díjazták magát a projektet. Ezt követte 2010-ben a 2.0 verzió, az Ubuntu 10.4-es verzióra épült. Itt lényegében már pár felhasználó játékprogramokat készített a rendszerhez. Debütált a rendszerben egy Orca oktató nevű alkalmazás. Ennek az alkalmazásnak az volt a célja, hogy a kezdő felhasználók el tudják sajátítani egy interaktív alkalmazásban magának az Orca képernyőolvasónak a működését és a Linuxos párbeszédablakoknak a kezelését, tehát például GNOME asztali környezet esetén.
mivel egy-két vezérlőelemet, vizuális vezérlőelemet például másképp kell kezelni, mint Windows-on, tehát billentyűzetről. Röviden megmutatnám akkor ezt az alkalmazást is. Tehát, mint láthatjátok, ez egy teljesen szabványos GTK alapú alkalmazás. A minden párbeszéd ablak elején egy leírás olvasható, és a leírás alapján lényegében a felhasználó a példa párbeszéd ablakokban ki tudja próbálni az elsajátított ismereteket. Hát mondjuk tovább lépek a következő ablakra. Tehát itt lényegében elmagyarázza az ott kaptató alkalmazás a felhasználónak, hogy hogyan tud információkat kapni az Orca Hol vagyok művelet segítségével a különböző vezérlőelemekről. Az Orca képernyőolvasónál a Hol vagyok műveletet asztali kiosztás esetén a numerikus Enter billentyűvel lehet lekérdezni, laptop kiosztás esetén pedig a Caps Lock Enterrel. Tehát mondjuk tovább lépek egy vezérlőelemre. Tehát hallom, hogy kimondta a képernyő olvasó, hogy az önneve, bemondta, hogy ez a vizuális elem egy szerkesztőmező. És ha ezt mondjuk meg akarom ismételtetni, akkor ezt a Hol vagyok művelet segítségével megtehetem. Tehát megtörtént, az Orca újra elmondta a szükséges információkat. Ha most tovább lépnék, akkor már egy komplikáltabb párbeszédablak használatát sajátíthatja el a felhasználó. Ha jól emlékszem, az egy többlapos párbeszédablak lenne. Mindjárt meg is nézzük. Nem, ez még a szegyszerű. Igen, igen, itt a több lapos párbeszéd ablak. Tehát az előző lapon ismertetésre került, tehát hogy hogyan lehet a több lapos párbeszéd ablakokat kezelni. És a második ablak, ami azután következett, az egy szabványos többlapos párbeszéd ablak, ami fel van osztva. Tehát itt veszélytelenül ki tudja próbálni lényegében a felhasználó a különböző típusú vezérlőelemeket, anélkül, hogy bármit esetleg elrontana éles környezetben. Ez jó. Tehát ezt akkor most be is zárom. Tehát lényegében a 2.0-ás kiadásban nagy vonalakban ezek voltak a lényegesebb újítások. Természetesen az akkori kiadás is megkapta a legfrissebb Orca képernyőolvasót, ami a kiadás előtti időszakban megjelent. Ezután következett lényegében a 2.5-ös kiadás, ehhez a kiadáshoz már tananyagot is készítettünk, magának az operációs rendszer használatának a leírására készült egy tananyag, amiben már használjuk például ezt az Orca oktató alkalmazást is a gyakorlat bemutatására. Következett 2012-ben a 3.0-ás kiadásunk,
ez Ubuntu 12.04-es rendszerre épült. Ennek a leglényegesebb újítása az volt, hogy itt már lehetőség volt arra, hogy a felhasználó Braille kijelzőn rendes magyar Braille írással olvashassa el a szövegeket, hála a Librui nyílt forrású projektnek. 2011-től 2012-ig a kollégáimmal közösen dolgoztunk magán a magyar irodalmi Braille táblának az elkészítésén. Ezt utána visszajuttattuk magába a Libluisnak a forráskódjába. Így egy csapásra minden Linux disztribúción elérhetővé vált ez a lehetőség, és MVDA-n, és Windows alatt az ingyenes MVDA képernyő olvasóval szintén tudják használni a felhasználók ezt a lehetőséget. A 3.0-ás kiadáshoz elkészült az internet és kommunikáció tananyag, mely a Firefox használatot és a Thunderbird használatot tanítja meg a felhasználóknak. 2014-ben megjelent a 4.0-ás Belin. Itt egy nagy váltást kellett meglépni a régi tradicionális GNOME felülethez képest, ugyanis a GNOME 3-nál áttértek lényegében már előtte a GNOME Shell felület használatára. A Unity asztali környezet számunkra sajnos nem volt akadálymentesen használható, éppen ezért nekünk is GNOME Shell-re kellett váltani, de egy füst alatt ez lehetőséget teremtett arra, hogy a gyengén látó felhasználóknak is tudjunk a Belinben akadálymentesítési szolgáltatást nyújtani. A 4.0-ás Belinben már mind a képernyőolvasó, mind a képernyőnagyító alapértelmezetten engedélyezve van. Tehát a GNOME Shell-nek a nagyítója. Ebben a kiadásban debütált egy információs központ nevű funkció. Ez ugyanazt a célt valósítja meg, mint amit a kereskedelmi JAWS for Windows szoftver tud. Abban a szoftverben lényegében kutatási modulok segítségével juthatnak hozzá a látássérült felhasználók a különböző információkhoz. Lényegében maga az információs központ egy moduláris rendszer, különböző almodulok segítségével tudja azt megoldani, hogy a látássérült emberek számára fontosabb információkhoz egyszerűbben hozzá lehessen jutni. Egy-egy modul lényegében annyit végez, hogy magán az alapértel, tehát magán az eredeti weboldalon XPath lekérésekkel kinyeri a fontosabb információkat, ezután készít egy akadálymentes HTML kimenetet, és megjeleníti az előkészített információkat. Mutatok erre például egy egyszerű példát. Mondjuk, ha már időjárás előrejelzés, akkor megmutatom ennél a modulnál a továbbfejlesztést. Tehát, mint láthatjátok, be is jött maga a tartalom, tehát az időkép szolgáltatónak az adatait használja ez a modul egy együttműködési megállapodás keretében.
Tehát itt lehet látni magán az oldalon a rövid távú előrejelzést, a hosszú távú előrejelzést, nyáron például a balatoni időjárás, a pollenjelentést, orvos-meteorológiai információkat, télen pedig, ami számunkra fontos, a hójelentés információt. Ezen kívül elég sok információs modult tartalmaz maga az információs központ funkció, tehát hozzá lehet jutni hírportálok, tehát népszerű hírportálok tartalmához, hozzá lehet jutni a tévéműsor információhoz. Most például magában a Belgium.0 kiadásban, amit pár nap múlva megjelentetünk, egy digitális könyvtárhoz készítettünk könyvkereső funkciót. Tehát lényegében a 4-es kiadásnál az általános ORPA újítások mellett, tehát mivel itt is a legfrissebb verziót szállítottuk, ezek voltak a leglényegesebb újítások. Térjünk rá magára az 5-ös kiadásnak az újításaira, ami pár nap múlva meg fog jelenni. Lényegében ennél a kiadásnál kétféle változattal fogunk megjelenni. Lesz egy hagyományos GNOME-re épülő változat, és lesz egy Ubuntu Mate alapú változat, amit most láttok a kivetítőn. Miért volt kétféle változatra szükség? Elég sok felhasználó rendelkezik régebbi típusú számítógéppel, melyek például nem képesek már mondjuk a Windows 10-es operációs rendszer futtatására. Több mint valószínű, hogy ezeknél a gépeknél a GNOME Shell felület jobban terhelné magának a számítógépnek a működését. Viszont mivel az Ubuntu Mate alapú változatnak a felülete hasonló a régi Belin változatnak, tehát a felhasználói felületéhez, és kevésbé terheli magának a számítógépnek az erőforrásait, ezért jó választás lehet az új felhasználók részére, tehát akik régebbi számítógépekkel rendelkeznek. Tehát, mint már említettem, az 5.0-as Belin is természetesen a megjelenés előtti egyik legkisebb orka verziót kapja, mivel most még a fogyasztási folyamat fázisában vagyunk, ezért a 3.20-as orka verzió lesz benne a kiadásban. Ennél a verziónál maguk az orka fejlesztők is nagyon sok fejlesztést végeztek a képernyőolvasónál. Javult lényegében a különböző beállítási lehetőségek testre szabása. Ez a rész viszont már nagyon speciális terület. És hogy mik a tervek? Hát megmondom őszintén, 2 év múlva 10 éves lesz maga a Belin. Természetesen 2 év múlva is szeretnénk új kiadást megjelentetni. Remélem addig jó sok ötletet kapok újra maguktól a felhasználóktól, és minél több új funkciót tudunk megvalósítani a jubiláló kiadásban. Végezetül egy kis nemzetközi áttekintés a különböző akadálymentesítési megoldásoktól. Hála Istennek 2009-től kezdve már nem lehet azt mondani, hogy a Belin az elsődlegesen olyan disztribúció, ami ezt a célt tűzte ki magának. 2008-ban még ez volt a helyzet, tehát világszerte nem létezett olyan komplett megoldás, ami
hasonló megközelítéssel próbál akadálymentesítési megoldást nyújtani. 2009-től teljesen függetlenül Anthony Sales megvalósította a Vinux projektet. Ez szintén egy Ubuntu alapú disztribúció, ugyanolyan megközelítéssel és cél alapján készült, mint maga a Belin. Én ennek megmondom őszintén, nagyon megörültem. Gratuláltam is egyből a fejlesztőnek. Amíg ő aktívan részt vett magának a Linuxnak a fejlesztésében, addig nagyon sokáig összedolgoztunk. Egyelőre úgy néz ki, hogy magának a Linuxnak a fejlesztése egy ideje sajnos megrekedt. 2012 környékén megjelent egy Sonar nevű disztribúció. Ez például manyaró alapokra épít, gördülő kiadási modellt használ. Én szívből remélem, hogy ez a disztribúció is sokáig fog megjelenni. Így a nemzetközi látássérült emberek számára is lesz elérhető lehetőség. Van esetleg valakinek kérdése? Nekem szokás szerint egy csomó van, nem akarom másra elvenni a szót, kérdezik. Sami Imre vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy Magyarországon hány ember használja, hány látássérült használ ilyen hasonló terméket, ilyen megoldást? Mire gondolsz hasonló termékként? Hát, hogy ilyen informatikát használ, és akkor úgy értem, hogy a te felhasználóid, hogy körülbelül hogy becsülöd, hogy mennyien használják a te megoldásodat? Megmondom őszintén, számolni nem számoljuk. Tehát itt telepítés szintén maguknak a felhasználóknak a számát. Letöltési számokba néha elég nagy mennyiséget szoktunk mérni, de ezt én annyira nem tartom mérvadónak. Ha azt veszem figyelembe, hogy mióta működik maga a projekt, szerintem több száz felhasználója már biztosan lehet a projektnek. Tehát ezt inkább így merem kijelenteni. Köszönöm. Szívesen. Most akkor megtanás vagyok. Igen. És próbálok most egy-kettő kérdésre, nem akarom most húzni az mindenkinek az időt, a szünetben még akkor vagyok. De rögtön itt a filmet én is lefogott e-speaket használok nyilván, de ilyen extra voice elérhető még Linux, valami szebb bencsen. Tehát másfajta hangra gondolsz? Igen, igen. Na most megmondom őszintén, én jó megoldással még nem találkoztam magyar nyelven. Külföldi nyelveken például van, tehát léteznek beszédszintetizátorok, tehát létezik például a Fesztivál, az egy ingyenes beszédszintetizátor. Ispikhez is lehetne használni MB-ról a hangot, de ami fönn van a honlapon, MB-ról a hang az borzalmas. És hát mi third party egyetem, mint láttam a még hasonló letöltéseket, nem teljesen free software, de free downloadok, ilyen plug-inek, meg állítok, magunk is csináltunk ilyen, nem tudom, ilyen terminológia, tehát ilyen hangokat, bizonyos szintézis algoritmusok mentén, hogy esetleg ez is egy közösség erőforrással, hogy csinálhatnánk egy szemtűnéges hangmintert is. Ez is szemtűnítőtékbe be volt állítólag az új algoritmusnak elég egy pár napnyi hangminta, azt hiszem. Jó, hát egész nap elég lett feled az ember, azt a sokat rá tud utálni. De ilyen gondolkoztatnak esetleg a közösség szokott ilyesmit kérni? Megmondom őszintén, ezt még pont nem kérték, de én mindenképpen hasznosnak tartanám. Viszont az a probléma, hogy amíg magához a Speech Dispatcher beszédmotorhoz nincsen elkészítve modul, tehát a megfelelő beszédszintetizátorhoz, addig nem tudod kezelni lényegében magával ebből a beszédmotorral az adott szintézist.
már pedig sajnos az Orca ezt a megoldást támogatja, tehát ezt a speech dispatcher beszédmotort. Nekem egy kérdésem, Gyalaklászó, hogy amit hallottunk a képernyőre hasonlóan, itt a sebesség állítható, mert ez szerintem gyors volt. Természetesen. Tehát megmondom őszintén, én ennél gyorsabban szoktam otthon, de le lehet venni akár a leglassabb sebességre is. Várjál, ezt bezárom. Nézd csak, Laci. Lassabb. Mikrométer végzetes hallatszámba ül a vele. Számítógép mikro. 2 per 13. Tehát miért nem szóltatok, hogy vegyem le egyet? Meg tudod, mondom, hogy használod egyébként otthon milyen sebességgel? Persze, egy pillanat. Nem tudom, hogy szólhat. Magla. Lassabb. Sebesség. 9. Ez az időt is spórolod. Egy teljes mértékben. Igen. Van, mikor még ez is lassú, tehát ha nagyon gyorsan kéne átkörgetni valamit, akkor felszoktam vinni 100-ra. A szállandásodat, és ez a kérdésem, hogy ez a modul, ami beszél, ez nem fejlődik, tehát, mert ugye más utakat, Tamás más utak keresését javasolta, de én azon csodálkozom, hogy ez a program pont úgy beszél, mint 25 évvel ezelőtt már a ilyen nagyon kezdetleges akkori PC-ken már hallottam ilyet, vagy nem is biztos a PC-re, lehet, hogy még annál is öregebb játékprogramokban vagy képeken, és pont ugyanilyen hangon is szólt, magyarul beszél, és nagyon akkor az nyilván azt gondoltuk, hogy na majd akkor ez jobb lesz, és most azon csodálkozom, hogy itt 2016-ban is pontosan ugyanígy szól, miközben 1000-szer erősebb processzor meg hangeszköz van alatta. Ebben teljes mértékben egyetértek. Sajnos, tehát maga az iszkik, az formás szintézist használ.